Egyre több a náthás beteg gyermek, enyhe tüneteknél a telefonos konzultációt javasolják. Látni és látszani, nem minden sofőr használja megfelelően a világítást. Szigorítás, holnaptól kötelező lázmérés lesz a köznevelési intézményekben. Játékok, fotelek, PET palackból. Az ovisok az újrahasznosításról is tanulnak a projekt során. Köszöntöm Önöket, a Halas Televízió szerdai hírösszefoglalóját látják, tartsanak velünk! Gyakoriak a légúti megfázásos tünetekkel jelentkező kis páciensek a gyermekorvosi rendelőkben. A szülők sok esetben nem tudják megkülönböztetni, hogy csak nátháról van-e szó, vagy a rettegett koronavírust kaphatta el a gyermekük. A tavaszi első hullámmal ellentétben most a fiatalabb korosztály körében terjed leginkább a megbetegedés. Dr. Illés Ágnes gyermekorvosi rendelőjében naponta akár 80-90 kis pácienst is fogadnak. A védőoltások beadása mellett jelenleg a legtöbb munkát a náthás, lázas, köhögő kis betegek ellátása jelenti. Nagyon sűrűn folyik az óra, az óvodába jelezték igazából, hogy egész nap folyt neki, meg nagyon csúnyán köhög, hurutosan köhög, és akkor jobbnak láttam elhozni, nehogy súlyosbodjon a betegség nála. A járvány második hulláma miatt az óvodák, iskolák sokkal szigorúbban veszik az ilyen tüneteket, így a szülők azonnal az orvoshoz fordulnak segítségért, hiszen nehéz eldönteni, hogy mi miatt betegedett meg a gyermekük. A márciusi időszakban, az első hullámban a szülők szinte az összes táppénzes napjukat, illetve a szabadságukat feláldozták már. És most ugye itt a dilemma, hogy szintén a nagymamákat féltve hogyan fogják megoldani ezt a problémát. Segítségünkre jött a 2020. szeptember 17-én véglegesített jogszabály, amely kimondja azt, hogy a gyermekorvosok a telemedicina keretein belül is gyógyíthatják a gyerekeket, ami annyit jelent, hogy telefonkonzultációt próbálunk a szülőkkel létrehozni. A megbízható aranyos szülők, akiket már nagyon régóta ismerünk, felhívnak telefonon, elmondják a gyermek enyhe tüneteit, megbeszéljük a tünetiszereket, és akik meg tudják oldani, ők meg is oldják. Tehát van, aki akár egy-másfél hétre is uthon tudja tartani a gyermekét, de van, aki nem. Aki nem, velük megbeszéljük, hogy 3 nap múlva újból jelentkezzenek, és ha a gyermek tünetei javulnak, akkor el tudjuk úgy engedni őt, hogy nem kellett az orvosi rendelőbe bejönni, csak az igazolásért. Halló, jó napot kívánok! Igen, mire lenne szüksége? Igen, azonnal küldöm az e-receptet. Igen, fönt is van a felhőben. Viszonthallás! A szakemberek szerint az e-recept rendszer bevezetése jelentősen csökkenti az orvos-beteg találkozások számát, ezáltal csökkenthető a fertőzés veszély. A tapasztalatok szerint a koronavírus most a fiatalok körében terjed leginkább. Nagyon észen kell lennünk a serdülők esetében, hogy kiket alarmírozunk, és kiket jelentünk majd az ANTS-nél. Van néhány COVID-pozitív gyerekünk már, azt tapasztaltuk, hogy köhögés, ami elsősorban inkább ilyen száraz, ingerköhögés, nagyfokú levertség, izomfájdalmak, fejfájás, állandóan fáradékony, aludna, illetve a szag és ízlelő érzés elvesztése. Egy nagyfiúnak például csak ez a tünete volt, és ő egy hétig járt is az iskolába, mint utóbb kiderült, ugye pozitív volt, ezek a legmarkánsabb tünetek, tehát ők nem betegszenek meg annyira, hogy kórházi kezelést igényelnének, fizikális vizsgálattal szinte alig hallunk egy kis hörkuruton kívül mást, picit pirosabb a torkuk, de a lemerültség látszik rajtuk elsősorban. Tehát ilyenkor, ha erre gondolunk, mindig megkérdezzük egyébként a többieket is, hogy jártak-e olyan helyen, vagy találkoztak-e olyan emberrel, aki fertőzött volt, és így akkor megpróbáljuk felgöngyölíteni a szálakat. Holnap reggeltől kezdődik a kötelező lázmérés a köznevelési intézményekben. Az a cél, hogy lázasan senki ne lépjen be az óvodákba és iskolákba. Az intézmények érintésmentes hőmérőket kaptak a beléptetéshez. Mint ahogy már jeleztük, a tiszti főorvos 37,8 fokban szabta meg a határértéket. Ha valaki a megismételt méréskor is ennél magasabb hőmérsékletet mutat, nem léphet be az oktatási intézményekbe. Reggel célszerű lesz időben elindulni az iskolákba. A kisebb gyermekek esetében azt javasolják, hogy a szülők várják meg a beléptetést, mert ha lázas lenne a gyermekük, akkor egyből haza tudják vinni. Terveink szerint holnap részletesebben is foglalkozunk ezzel a témával.
Az edzőtermek használatáról is szó volt az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília, országos tiszti főorvos azt mondta, továbbra sem tervezik a sportklubokban és edzőtermekben a maszkviselés kötelezővé tételét. Az üzemeltetőktől viszont azt kérik, hogy tegyék meg a vírus elleni óvintézkedéseket, például a megfelelő távolságra helyezzék el egymástól a gépeket, sporteszközöket annak érdekében, hogy ne legyen zsúfoltság a termekben. Azt is hozzáfűzte, hogy aki teheti, inkább szabadtéren sportoljon. Fontos, hogy jól lássunk, és minket is lássanak az utakon közlekedés közben. Ezt mondják a kiskunhalasi gépjármű vezető oktatók. A tapasztalatok szerint az autósok egy része nem figyel arra, hogy a jármű kellően ki legyen világítva, mások viszont felesleges, a többi sofőrt zavaró fényforrásokat is használnak indokolatlanul. A szürke, ködös őszi időjárás miatt egyre fontosabb, hogy a gépjárművek kellő mértékben ki legyenek világítva. Azoknak, akik napi szinten közlekednek az utakon, vegyesek a tapasztalataik ezen a téren. Ilyenkor azért az ember fokozottabban figyel, főleg, hogyha borús idő van, akkor azért lehet a lakott területen is világítással közlekedünk, ugye a lakott területen kívül meg egyértelműen tompított fényszórót használunk. Én azt gondolom, hogy most már azért egyre többen megszokják ezt a fajta közlekedést, bár azért még van kivétel, főleg lakott területen belül, amikor rosszak a látási viszonyok, azért akkor kevesen kapcsolják ezt be. A gépjárművezető oktatók szerint is nagyon fontos, hogy minden esetben megfelelően lássunk, és minket is tökéletesen lássanak az utakon. A KRESZ egyértelműen meghatározza a járművezetők részre, hogy a forgalomban résztvevő járműveket ki kell világítani éjszaka, lakott területen kívül, illetve korlátozott látási viszonyok között. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy a jármű kivilágítása az a helyzetjelző lámpával együtt a tompított fényszóró, így vehetünk részt a közúti forgalomban. Ezen kívül természetesen van nagyon sok jármű, már akár utólagosan felszerelt nappali menetjelző fény is, amiről azt lenne jó tudni mindenkinek, hogy önmagában az autó kivilágítására ez alkalmas, de csak jó látási viszonyok között. Fontos egyébként szempontként, hogy ez akkor van, ha utólagosan felszerelt, hogy ennek a jármű világításának felkapcsolásakor el kellene aludnia. Az autósok szerint sokan nem törődnek azzal, hogy gépjárművükön minden lámpa tökéletesen működjön, mások viszont indokolatlanul sok fényforrást használnak. Nagyon sokan nem használják szabályosan, én úgy gondolom. Figyelmeztetni szoktam az autós társaimat, hogy kapcsoljanak fényszórót, vagy esetleg, hogyha bekapcsolt reflektorra jönnek felém, akkor jelzek, hogy kapcsolják le, mert nagyon vakítja a szembejövőt. Folyamatosan visszatérő kérdés, hogy mikor szabad vagy kell felkapcsolni a ködlámpát, és mikor tilos azzal közlekedni. Konkrétan meghatározza ugye ezt is a jogszabály ebből a szempontból, hogy ha látási viszonyok indokoltá teszik. Nagyon fontos, hogy a járművön ezt is nem szabad úgy átalakítani, hogy önmagában ez használható legyen, tompított fényszóróval együtt működtethető. Én úgy látom és úgy érzem, nem figyelnek eléggé a járművek kivilágítására, és legfőképpen arra nem, hogy egyértelműen az első elindulás előtt le kellene ellenőrizni a jármű világító és jelző berendezéseit, és nagyon-nagyon sokan közlekednek rossz lámpákkal, illetve rossz jelzésekkel. A majsai rendőrök nagyon szeretnék tudni, hogy kié a három kerékpár. A rendőrök lopás miatt indított házkutatás során többek között olyan kerékpárokat találtak, amiket vélhetően elloptak, és a gazdájukat még nem találták meg. Éppen ezért a kiskunmajsai rendőrök kérik, hogy aki a képeken látható, részben bemutatott kerékpárját felismeri, jelentkezzen személyesen a rendőrőrsön, vagy hívja a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központját a képernyőn látható telefonszámon. Játék és fotelek készültek az újrahasznosított anyagból. A Zöldhíd Egyesület a Napsugár óvodák Sziládi Áron utcai óviával összefogva vesz részt egy országos programban, melynek célja, hogy megmutassa a gyermekeknek, hogy nem kell mindent a kukába dobni. A játékok kialakításában, festésében a gyerekek is részt vehettek. Hetekkel korábban a PET palackok gyűjtésével kezdődött minden. Juhász Hédi szerint az újrahasznosítás miatt szervezték ezt az óvónénik. Újrahasznosíthatóak legyenek. Hogyan lehet ezeket újrahasznosítani? Úgy, hogy mindenfélét csinálnak belőlük. Mit csináltatok itt az óviba ezekből a palackokból? Kígyót, meg sékeket. Mondja Marianna, korábban már egy gimnáziumban is megismertette a fiatalokat ezzel a projekttel.
A PET palackokat újrahasznosítjuk, célunk, hogy csökkentsük az ökológiai lábnyomunkat, legyen kevesebb a hulladék, és korábban is volt már egy ilyen projektünk az ökogimnáziumban, amikor PET palackokból saktáblát és hozzá a bábukat készítettük el, most pedig az óvodás gyerekek vehetnek részt ezen a programon, mert a támogatónk, egy budapesti alapítvány erre lehetőséget nyújtott, illetve Antal Csaba, aki ennek a programnak a fővédnöke, és ő már nagyon-nagyon régóta valósít meg óvodákban, iskolákban ilyen programot. Azért nagyon jó ez, mert a gyerekeink nem csak megtapasztalják, hogy hogyan készül a PET palackból egy alkotás, egy újabb játék, vagy csak egy kis pletykázószék, hanem ők saját maguk is részt vehetnek ebbe tevékenyen, hiszen most jutottunk el abba a fázisba, hogy kifestik a gyerekek az alkotást. Szabó Kocsisné, Ökrös Ildikó úgy gondolja, a fiatalon megszerzett tapasztalatok a későbbi életben is meghatározzák majd a környezettudatos gondolkodást. Azon túl, hogy mi zöldobodák vagyunk, ők lesznek majd az igazi követői ennek az egész programnak, és hogyha már nekünk nem sikerült a Földet olyan állapotba hoznunk, ahogyan kellene annak lennie, abban bízunk, hogy ők sokkal tudatosabban fognak erre odafigyelni. Mi, amikor gyerekek voltunk, nem tudtuk, hogy baj lehet. Ők sajnos már látják, láthatják, és mi ezt meg is mutatjuk nekik, úgyhogy mi ezért tartjuk ezt borzasztó fontosnak. Kedden este folytatódott a Halasi Média és Kultúra Kft. Által szervezett Forrás Új Tükör Klub program sorozata. Ezúttal a kiskunhalasi Frank Noémi volt az est főszereplője. A második pont karaoke verseny győztese mesélt arról, hogy mióta és miért áll ilyen közel a szívéhez a zene és az éneklés. A beszélgetés közben Noémi kedvenc dalai közül több is felcsendült, a gitár kíséretet a szintén kiskunhalasi Fekete Patrik biztosította. A fellépőkkel készített interjúinkat a Kultúrkép magazinunk egy későbbi adásában láthatják majd az érdeklődők. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Egyre több a náthás beteg gyermek, enyhe tüneteknél a telefonos konzultációt javasolják. Látni és látszani, nem minden sofőr használja megfelelően a világítást. Szigorítás, holnaptól kötelező lázmérés lesz a köznevelési intézményekben. Játékok, fotelek, PET palackból. Az ovisok az újrahasznosításról is tanulnak a projekt során. Kedves nézőink, arra kérem önöket, maradjanak továbbra is velünk, hiszen jön az időjárás előrejelzés, majd Gyóni Zsanett, valamint az Annó muzika zenél nekünk a napi mozaikban. Friss hír összefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor várjuk önöket, viszontlátásra!